ebben a mostani videóban a mellékvese alulműködésről, vagy más néven a mellékvese fáradtságról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. Egyre több embert érint a mellékvese alulműködés, és sajnos még az orvosok közül is sokan nincsenek ezzel az állapottal teljesen tisztában, pedig az alulműködő mellékvese rengeteg hátránnyal jár az életben, és súlyos problémákhoz is vezethet. Nehezen tudunk este elaludni, rendszeresen fáradtak vagyunk a nap során, és a harmadik kávé sem segít semmit. Nehezen tudunk koncentrálni, egyfajta agyi köd jelentkezik, mindenki felidegesít, gyakran eldugul az orrunk, gyakran mély levegővételekre van szükségünk, vagy szédülést érzünk rövid ideig, amikor felállunk. Ha ezekből több is jelen van, nagy valószínűséggel mellékvese alulműködésünk van. A mellékvese alulműködést elsősorban a rohanó pörgő életmódunk okozza, melynek következtében a kortizol hormonnak egy állandóan alacsony szintje alakul ki a szervezetünkben, mivel széthajtottuk magunkat. Ehhez a rohanó életmódhoz mindig társul a kevés alvás, a mellékveseink az alvás során tudnak regenerálódni. A mellékvesét széthajtó másik tényező, mely szinte mindig ugyancsak jelen van, akinél mellékvese alulműködés van, az a túlzott koffein bevitel, tehát a rengeteg kávéval, energiaitallal is könnyen szét lehet hajtani a mellékveséket. A mellékvese által termelt kortizol hormonnak fontos gyulladás csökkentő szerepe van a szervezetünkben, tehát azáltal, hogy hosszú távon alulműködnek a mellékveseink, nem tudnak már később elegendő kortizolt termelni, tehát nincs, ami hatékonyan csökkentse a gyulladásokat. Így kisebb gyulladásos problémák jelentkezhetnek a testünkben ez az első fázis. Aztán kialakul egy olyan állapot, amit kortizol rezisztenciának nevezünk, ez hasonló az inzulin rezisztenciához, ebben az állapotban gyengül az immunrendszer, a D-vitamin szint is alacsony, a szervezetünk lebontja a fehérjéket, ami fogyást eredményez a testünk bizonyos részeinél. Majd a harmadik állapotban, a következő harmadik állapotban, ez az, amikor valamilyen autoimmun betegség alakul ki. A legeslegfontosabb első lépés ebben az állapotban a savasítás. Biztos ismerős az az állapot, amikor hirtelen stressz helyzetbe kerülsz, például egy vizsga vagy egy állásinterjú előtt, és WC-re kell menned. Ez azért van így, mert a stressz során termelődő kortizol kihajtja a savakat a testünkből. A stressz a legerőteljesebb lúgosító. A kávé is ugyanezt csinálja, kávé hatására is WC-re kell mennünk. A mellékes alulműködés állapotában a vérünk pH értéke, aminek egyébként enyhén lúgosnak kellene lenni, jobban lúgos irányba tolódik el, azáltal, hogy a sok sav folyamatosan ugye távozik a testünkből. A gyomrunk pH értéke is el van mozdulva már ebben az állapotban lúgos irányba, ugye a gyomorsavnak erősen savasnak kell lenni, ha nem elég savas, nem bomlanak le megfelelően a fehérjék a gyomorban, és nem szívódik fel rengeteg ásványanyag, nyomelem, vitamin. A legfőbb savasító ételek a savanyú erjesztett ételek, mint például a savanyú káposzta, vagy a kobászos uborka, aztán fontos a szüretlen almaecetet is inni, vagy almaecet kapszulát szedni minden étkezés előtt, illetve akár étkezések közben is. Fokozza a gyomorsav termelődését a betain hidroklorid, mely emésztőenzim készítményekben van jelen. Az emésztő enzimek is hasznosak a gyomorsav erősítéséhez. A második legfontosabb lépés a ketogén diétára és az időszakos bőtérésre való átállás. A ketogén diéta lényege, hogy a felszívódó szénhidrát bevitelt majdnem nullára csökkentjük le, és az energiánk nagy részét zsírokból nyerjük. Most nem menjünk bele részletesen a ketogén diétában, rengeteg információ található róla az interneten. A ketogén diétára, mint egy magas zsírtartalmú diétára azért van szükség ebben az állapotban, mert a hormonok termelődéséhez zsírokra van szükség, például olyanokra, amelyek a vajban, a kókuszolajban vagy a szalonnában vannak. A ketogén diétához fontos hozzáfűzni való, hogy mellékvese alulműködés esetén a kezdeti regenerációs időszakban emelt mennyiségű, jó minőségű, tiszta fehérjét vigyünk be, akár az étkezésenkénti 200 g feletti mennyiséget. Marhahús, lazac, tojás, kacsa, bárány. A ketogén diéta részeként rengeteg zöldséget fogyasszunk, mert a zöldségekkel tudunk vitaminokat, ásványanyagokat, nyomelemeket pótolni, illetve a zsírok és a fehérjék megfelelő hosszú távú működéséhez szükségünk van a zöldségekre. A nagy mennyiség alatt egy hatalmas tányi zöldséget értek
Étkezésenként brokkoli, fodros kell, káposzta, avokádó, kell, bimbó, sóska, rukkola, petrezselyen, mángold, bordás kell. Az időszakos böjtölés pedig azért fontos, mert lehetőséget ad a testünk számára, hogy a nem evés időszaka alatt regenerálódjon, amíg eszünk, a testünk az energiát a gyomorra és a belekre kell koncentrálja, és csak akkor tudja érdemben a problémás területeket megoldani, ha nem kell az emésztéssel annyit foglalkoznia. Erre pedig akkor van lehetősége, ha nem eszünk egyet 18-20 órán keresztül. Minél hosszabb ideig kitoljuk a böjtöt, annál jobb. A harmadik kulcslépés melegvese, fáradtság, melegvese, alulműködés esetén az a megfelelő koncentrált ételek, superfoodok rendszeres fogyasztása. Az első a sörélesztő, amit salátákra tehetünk, önmagába lehetünk, gyümölcsturmixokba is keverhetjük, illetve kapható tabletta formában is. A sörélesztő a legjobb bioaktív B-vitamin forrás, a B-vitaminoknak kulcsszerepe van a hormonok és az energia termelődésénél is, rendkívül fontos a pótlások mellékvese alulműködés esetén. A következő a magas C-vitamin tartalmú ételek, mint a savanyú káposzta, homoktövis és más bogyós gyümölcsök, mint a szeder, a málna, a ribizli, vagy ott a paprika, de pótolhatjuk kapszula formában acerola vagy kamukamu bogyó őrleménnyel. A mellékvesék rengeteg C-vitamint tárolnak, ez is jelzi azt, hogy ugye a mellékvese hormonok termelődéséhez nagy szükségünk van a C-vitaminra. Jók erre a problémára a gyógynövények közül az asvaganda, a tulsi, cordyceps és a bakopa. Ezekből a gyógynövényekből érdemes jó minőségű kivonatokat tartalmazó készítményeket szedni. És végezetül, de legalább annyira fontos a kálium és a nátrium pótlása is. A nátriumot tiszta nátriumklorid bevitelével tudjuk egyszerűen megtenni, például egy kanál sót oldjunk fel desztillált vízben és ígyuk meg. A káliumot pedig nagy mennyiségben elektrolit tartalmú italpor formában tudjuk pótolni, a zöldségek, illetve a már említett avokádó is sok káliumot tartalmaz. A kálium és a nátrium pótlásra azért van szükség, mert a stressz ezeket az elektrolitokat is kihajtja a testünkből. A negyedik lépésben pedig néhány fontos életmódbeli javaslat. A leghatékonyabb stresszkezelő a könnyed mozgás. Ha alulműködnek a mellékveséink, nem éppen a megerőltető gyakorlatok, a kemény edzések a legjobbak, inkább a hosszabb ideig tartó séták, kocogások, úszkálás a vízben azok, amelyek segíteni tudják a regenerálódásunkat. Az elegendő és a megfelelő mély alvás kulcsfontosságú az állapot javításához, tehát rendbe tenni a környezetet, ahol alszunk, nem mobilozni, nem számítógépezni a lefekvés előtt egy órában, meditáció és egyéb technikák is ugye segíthetnek. Kikapcsolni a mobiltelefont, lekapcsolódni a közösségi hálókról, nagyon nagy segítség ebben az állapotban. Egy nap, amikor ki van kapcsolva a mobilod és csak kint ülsz vagy sétálsz a szabadban, csodákra lehet képes. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érint, akiket érdekelhet a téma. Kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra, a mellékvesével, a kortizollal kapcsolatban. Írd meg a hozzászólásokban, mert ezzel másoknak is tud segíteni. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő videóban. Addig is az egészség legyen veletek!